beszédet mond a Klubrádió megmentésére szövetkezett, hadd szóljon egyesülettől Pikó András. Barátaim, a Klubrádió ügye tegnap győzött. Mi győztünk, ti győztetek. Azért győztünk, mert a hallgatóink, a sajtószabadság jobb és baloldali barátai és a rádiósok kitartottak. Nem engedték magukat, összefogtak, és erősebbek voltunk, mint ők. Köszönöm. Elmondom. Hadd szóljon. Mindannyian erőt veríthetünk ebből a győzelemből, a civil összefogás első igazi látványos győzelméből. És nagy szükségünk van erre, mert Magyarország bajban van. Nem a kormány, nem a Fidesz, nem a jelenlegi hatalom jelenti a legnagyobb veszélyt a köztársaságra. Ők csak teszik a dolgukat, ahogy a hiénák is mindig a legyengült prédára törnek. A köztársaság nem tőlük szűnik meg, de általuk. És nem akkor, amikor leszerelik az államhatárokon az országtáblákat. A köztársaság akkor szűnik meg, amikor elapad két éltető, belső erőt adó forrása, az együttműködés és a közbizalom. És ez történt velünk, és miattunk történt ez. Én a Kádár rendszerben nőttem föl, gyerekként és fiatalként is azt láttam, hogy sokaknak az egyéni túlélés sokszor amorális életstratégiája a legfontosabb. A rendszerváltáskor pedig úgy kaptuk meg a versengő demokrácia ajándékát, hogy soha nem is próbáltuk ki, milyen az, hogyha együttműködünk. És tudjátok, ezért lett most tele a világunk kirúgással, kitolással, kirekesztéssel. Ezért vagyunk kijátszhatók egymással szemben, és ezért van az, hogy mindig a győztes mindent visz, és egyre többen vagyunk vesztesek. Ezért, ha győzni akarunk, akkor meg kell tanulnunk együttműködni. Nem egyetértésre van szükség, hanem együttműködésre először. És arra, hogy okosan válasszuk meg azokat az ügyeket, amelyekben közösen tudunk dolgozni, és akkor majd jön az egyetértés is. De csak egymásban bízó emberek tudnak együttműködni. A közbizalom újjáépítéséhez elengedhetetlen a szembenézés azzal, hogy mi mindadjan az elmúlt 23 évben mit rontottunk el, és ebben mi a személyes felelősségük. Ez az első, a legfontosabb bizalomépítő gesztusunk. Ezt a munkát szerintem mindannyiunknak el kell végezni, de az a legfontosabb és a legjobb, hogy először az újságírók végzik el. A demokrácia immunrendszere a szabad sajtó és a nyilvánosság. És mi, magyar újságírók, nem tudtuk megvédeni a demokráciánkat. Azért, mert elvesztettük a képességünket erre. Azért, mert sokszor hitből, meggyőződésből, jó szándékból vagy egzisztenciális félelemből, de voltunk elfogultak, értük be féligazságokkal. És túl sokszor hallgattunk, igen, túl sokszor hallgattunk, amikor szólni, írni kellett volna, vagy beszélni. És igen, én magam személyesen, Pikó András is felelős vagyok ezért. A Klubrádió sikere esélyt ad arra, hogy javítsunk. Muszáj erről beszélni, mert a gyerekeinknek tartozunk ezzel. Csak akkor tudják újjáépíteni a köztársaságot, hogyha mi segítünk nekik így, együttműködve és közbizalommal. Én 48 éves vagyok, 4 gyerek büszke apja. Hogyha előre nézek, vagy hogyha hátra, akkor ugyanolyan távot látok be. És két dolog fontos most az életemben, hogy milyen embereket nevelek a gyerekeimből, és hogy milyen országot fogunk rájuk hagyni. És szeretném látni évtizedek múltva, hogy mire mennek egymással ők, a gyerekeim meg a hazám. És tudjátok, azt akarom, és azért vagyok itt, hogy ez a történet az ő, nem is az ő, a mi közös sikeres történetünk legyen. Úgyhogy úgy búcsúzom tőletek, ahogy a srácaim fölengedtek ide a színpadra egy régi, nagyon jól ismert, biztató magyar mondattal. Éljen a magyar szabadság, éljen a haza!